Szép jó estét kívánok mindenkinek, elnézést, egy kicsit megcsúsztam. Késtem egy jó 5 percet, nem szoktam ilyet, de most így sikerült. Minden esetre remélhetőleg hallotok és látjátok a játékot, és minden rendben van. És folytatjuk a Tomb Raider 2-t nagyon lelkesen, ha már úgy alakult, hogy Liquid sajnos szombatra kényszerült csúsztatni a Metal Gear Solid Revengeance streamjét. Pedig most úgyis annyira lendületben vagyok. Kedden játszottunk, ugye utoljára ma csütörtök van. És ott hagytam abba, hogy elakadtunk itt az Offshore Rig nevű második fejezetnek az első pályáján, ami egy ilyen olajfúró torony akar lenni, amit gondolom én az a furcsa olasz főgonosz bácsi futtat, akit a korábbi streamben láttunk. Sziasztok! The Adventure of Clara Croft continues. Jaj! Na jó van, közben nem bírok játszani, meg szokásos dilemma, vagy játszok, vagy beszélek. Experto 11 és Malleus van itt már velünk. Egészen biztosan. Na jó. Szóval itt hagytuk abban múltkor, szerintem már ilyen majdnem 11:30 magasságában. Hangos a játék, azt mondod. Ha... Hát, vagy én vagyok Hulk. De ezen könnyű segíteni egyébként. Hát, ha így jobb. Szia, Draco! Hogyha még mindig hangos, nyugodtan jelezzétek menet közben. Lehet, hogy én vagyok kicsit halkabb. Igen, ezt akartam mondani, hogy a stream előtt egy kicsivel itt még egyszer körbenéztem, hogy hol a jó életben, hogy tudtam itt elakadni, mert ugye azt gondoltam, hogy egy zöld kártya miatt nem jutok tovább, de nem. Az a vicc, hogy valószínűleg már fáradt voltam kedden, de nem vettem észre a szürke kapcsolót a szürke falon. Úgyhogy ennyi volt a továbbjutásnak a titka. Azt mondod, én vagyok Hulk. Ugyanolyan hangos pedig a mikrofon, mint szokott. Egy picit tudok még hangosítani. Oké, föltettem maxra, most ha nagyon üvöltök, akkor meg szóljatok rám. Közben itt meghúztam a kart, elvileg ezzel kinyílt a... Dehogy nyílt ki, semmi nem nyílt ki, hanem itt van két medence, és most amelyikben eddig nem volt víz, az megtelt. Szia, Experto! Ja, nem nekem köszöntél, hülye vagyok, Tazmániának köszöntél, hiszen te már itt vagy. Nem baj, szia, Tazmánia, és szia... Olovjev, neked csak köszöntem az előbb. Még hangosabb vagyok, mint szoktam, szóval jó. Azért én egy picit visszahalkítok akkor magamon, bocs, hogy itt... Oké, most 95%-on van a hangerő, azt sem szeretem, ha nagyon túl üvöltöm a játékot. Valószínűleg ez a pálya ilyen hangosabb a szokottnál. Hát ezzel a sok zörejjel, meg egyébbel. De azt egyébként tényleg itt lejjebb lehet venni. Erre a részre egyébként egész jól emlékszem még. Haha, megyünk vissza. Gyorsan túl akarok jutni ezen a részen. Annyira el akarok már jutni a jó kis víz alatti pályákig, ahol jönnek a cápák. Búvárok. Szia, Tendaria! Nem maradt el le sok mindenről. Késtem eleve vagy 6 percet, úgyhogy... Úgyhogy még teljesen időben vagy, meg még itt a hangerővel bénáztam. Volt, akinek most túl hangos a játék, én meg túl halk vagyok. Ja, igen, ezt itt kinyitottuk. Hát akkor haladjunk. Jó hosszú kis csúszda volt. Úgy látom, arra nem megyünk, ott kerítés van, vagy korlát inkább. Viszont ott a harmadik titkos hely, az innen látni elég látványosan, hogy ott lent van. Majd előbb-utóbb megmártózunk ott lent is, de most egyelőre ugrabugráljunk itt fönt a párkányokon. Opa! Nézzétek meg, micsoda irdatlan vízmennyiség van itt alattunk.
Elég nagy ez a pálya. Hoppá, valaki lő rám. Ó, szigonyok repkednek lentről. Na, hol az a búvárkút? Hol van? Na jó, majd visszatérünk erre a kérdésre. Lara, innen nem? Nem is látom. Tök üres a víz itt alattam. Na, most. Hát, ha előjött. Á, ott van. Ott a rohadék. Oké, egy búvár mínusz. Mennyire nehéz a játék, kérdezed, experto? Hát, az attól függ. Én annyira nem érzem nehéznek, de nem tudom igazából reálisan megsatszolni, mert gyerekként rengeteget játszottam vele. Viszonylag nehéz, tehát a mai játékokhoz szokva, ahhoz képest ezek a kicentizett ugrások elég idegörlőek, de igazából onnantól kezdve, hogy rájössz, hogy hogy működik, akkor már annyira nem nehéz egyáltalán. Tehát igazából a titka például a nagyobb ugrásoknál az annyi, hogy kisétálsz a perem szélére, egyet hátraugrasz, és ha ilyenkor nekifutsz, akkor ugorja Lara a legnagyobbat. Ja, oda most nem megyek, ott úgy látom nincs semmi. Illetve hát ezek a korai harcok, korai részekben a harcok, ugye neked célozni nem kell, azt ő automatán csinálja. Itt a Tomb Raider 2-ben még egész jól lehet csalni, és elég, hogyha egyszer befogja a célpontot, mint most. Onnantól kezdve, hogyha lenyomva tartod a kontrollt, vagy ha esetleg konzolon játszol, akkor a, nem tudom, X-et, vagy ami ott a kontrolleren az akciógomb, akkor Lara onnantól kezdve magától elintézi a delikvens. Tehát annyira szerintem nem nehéz, inkább olyan tekintetben az, hogy ugye nyilván figyelembe kell venni, hogy itt mit tudom én, nincsenek checkpointok, nincsenek autószévek. Tehát itt még úgy neked kell odafigyelni, hogy ne felejts el menteni, sőt érdemes gyakran menteni. Elég sok tényleg az ilyen platformer rész, kicentizett ugrás, ami... Hát én nem tudom, tehát mondom nekem, aki már hozzászoktam az első résznél, meg tulajdonképpen az összes Core Design epizódban ugyanolyan az ugra-bugra, nekem nem tűnik nehéznek, de valószínűleg, hogyha annak idején kimarad, és most kellene hozzászoknom, akkor eléggé szívnék én is. Közben lőnek rám, itt repkednek. Itt repkednek, ahogy hívják ok, a szigonyok, de ez a marha nem tud ellőni ideig, úgyhogy... Na mindegy. Még egy kis riasztó változatosság kedvéért. A logikai feladványok, experto, azok szerintem abszolút nem nehezek ebben a részben. Hoppá, sokkal nehezebbek vannak. Mit tudom én, mondjuk egy kalandjátékban, tehát nem mondanám, hogy vészes a dolog. Basszus, ezekben a korai részekben nincsenek olyan hűde nagy fejtörők. Inkább ilyen reflexre épülő ügyességi részek azok talán jellemzőbbek néha, amikor több a csapda, de abból is talán több van már a Tomb Raider 3-ban. Na, búvárt megöltük. Igen, a titkos... Jaj, bocsánat, közben nekiálltam itt kommentet olvasni. Na, ne ütögesd a nőt. Ó, lelökött. A titkos helyeket azokat néha tényleg nehéz, tehát például én... Jaj, azt nem is mondtam nektek, hogy az operaházas stream előtt... Képzeljétek, akkor a stréber voltam, hogy újra játszottam a két velencei pályát. Csak hogy meglegyen az összes titkos hely, úgyhogy tele vagyok lőszerrel. De puskáznom kellett, hogy hol voltak, amiket annak idején megtaláltam, de most felnőtt fejjel nem. Igen. Közben itt megnéztem, hogy jött-e újabb komment, de a többiek jól elmondták. Tehát én nem érzem olyan hűde nehéznek. Ugye még itt valamennyire szivatom is magam, hiszen közben visszakaptam a fegyvereimet, tehát itt van dögivel lőszerem, úgyhogy ha mit tudom én, túl soknak
érzed az ellenfeleket, akkor van itt még mivel lövöldözni, tehát teszem azt, valakit így shotgunnal szájba kínálsz, akkor kicsit gyorsabban elhullik, én meg szinte kizárólag csak pisztollyal lövöldözök, mert az az igazság, hogy így is bőven meg lehet csinálni. Igazából minden Tomb Raiderben így járok állandóan, hogy a lőszert is, meg a medikitet is nagyon, hogy mondjam, tehát spórolok vele. Mondjuk a medikitet azt itt eddig bőségesen használtam, tehát azt láttátok ti is, hogy a harc az amúgy is elég random, tehát itt olyan sok nem múlik az ügyességed, de inkább a szerencsén múlik, hogy mit tudom én, az AI beragad-e, vagy... Tehát van olyan, amikor egy harcból úgy jössz ki, hogy szinte egyáltalán nem sérülsz, meg van olyan is, amikor mondjuk beszorít a sarokba, vagy valamibe te akadsz bele, és akkor nem tudom én, el kell használni rosszabb esetben akár két medikitet is, ha mondjuk ketten vannak. Meg ami húzós, azok inkább ezek az azonnal ölő részek. Tehát mit tudom én, hogyha megfulladsz, az egy dolog, de például a tűz. Tűz a legveszélyesebb ezekben a korai Tomb Raiderekben, mert Lara az úgy ég, mint a nem is tudom, ilyen kiszáradt fa. Tehát egész egyszerűen, ha csak egy kis láng közelébe megy, akkor azonnal hatalmas lángra kap ő maga is, és hát... ha csak nincs víz a közelben, azonnal meghal. Egy-két másodpercen belül ropogósra átsül. Meg hát vannak tényleg ezek a, mit tudom én, beleesel a szakadékba, kitöri a nyakát, beleesel a szakadékba és felnyásalod a tüskékre. Ahhoz képest, hogy milyen régi, nagyon jó. Na, ennek örülök. Klári, ismered a The Longest Journey című kalandjáték? Ugye, hogy ezt arra mondtad, hogy ahhoz képest milyen régi, nagyon jó. Ó, hát hogy a fenében ismerném? Nekem hatalmas nagy kedvencem a Longest Journey sorozat, és a mai napig tartom, hogy szerintem a Longest Journey volt ott a 90-es években a legjobb kalandjáték. Ezzel lehet, hogy nem mindenki fog egyetérteni, de én óriási nagy kedvence, vagy nekem óriási nagy kedvencem és óriási rajongója vagyok Ragnar Thornquist bácsinak és az ő sorozatának. Sőt, hát tavaly még azt hiszem talán a most ugye az aktuális lezáró rész, ez a Dreamfall Chapters, és szerintem én azt is streameltem tavaly. Talán a Book 3-t. Én is nagyon-nagyon várom már, hogy jöjjön az ötödik könyv. Egyébként már többször végigvittem, van már a Dreamfall Chaptersből is, azt hiszem Steam-es, meg gogos végigjátszásom is. És egyébként azt hiszem pont most Twitteren így nagyon tízelt Ragnar Thornquist, hogy éppen készíti, szerintem E3-ra a nagy dátumbejelentést, hogy mikor fog a Book 5 végre valahára megjelenni, ami ugye lezárja, hát most már nem April Ryan, hanem Zoe Castillo és Kian Alvani történetét. Ez az! Hát mondjuk ez a 42 perc elég gyászos, de nem baj, nem kerget a tatár. Hú, egy húzomba végigvitted az első részt, az kemény. De egyébként a, tényleg, ha azt annyira szeretted, mondjuk azt belátom, hogy a... Hát a Dreamfall Chapters, tehát ez a mostani... Ugye volt a... Jézusom, mi volt a második rész? A Longest Journey Dreamfall. Én például azt is szerettem, de úgy dumák tekintetében már... Jó, basszus. Jó. Ezt az ugrást elmértem egy picit, be is darálódott a ventilátor által szegény Lara. Szóval egész egyszerűen, ha végignézek a sorozaton, akkor dumák tekintetében a mai napig verhetetlen az első rész April Ryan karaktere miatt, illetve hát Crow-val ketten olyan zseniális párost alkottak, hogy... Hiába, például Crow visszatér később, és ő például most az új játékban is nagyon jó. De ugye azzal, hogy April Ryan-t
szegényt elvesztettük. Azzal, hát hogy mondjam, tulajdonképpen én azt érzékelem most a Dreamfall Chapters-ben, hogy Zoe félig meddig átvette Aprilnek a személyiségét. Tehát rájöttek valószínűleg a készítők is, hogy még egy olyan jópofa cserfes női karaktert, mint amilyen April volt, nem nagyon tudnak. Na, jaj, jaj, kutya! Úristen, hány ellenfél van itt? Hát nézzenek oda! Ez itt szétlőtt a shotgunjával. Kettő. Atya Isten, az is meghalt. Közben én csak itt dumálok, ezek meg itt halomra ölnek. Na, itt például simán elővettem volna én is egy shotgunt, és akkor nem... nem lett volna ilyen béna. Szia, Ró Attila! Ne aggódj, én is elkéstem, nem csak te, de nem maradtál le semmiről. Itt vagyunk a... Mi is ennek a pályának a címe egyébként? Diving Area. Hát nagyon, nagyon eredeti cím. Tehát itt vagyunk a víz alatti... Mi a francot csinálnak ezek a kapók itt? Azon kívül, hogy nyilván megsebeznek. Szóval itt vagyunk végre a víz alatti részek, na ezt most jól elmondom, előtti utolsó ilyen kicsit ipartelep hangulatú pályáján. Itt most fogalmam sincs, hogy mi van, de hát megyek amerre gondolom. Ja, értem. Ah, ja, hogy most ide jöttem. Hát jó. Hát ide amúgy is jöttem volna, egyszerűen beleugrok a medencébe, akkor ugyanitt vagyok. Ja, ezt gondolom azért van, hogyha véletlenül bepotyálok, akkor valahol ki tudjak jönni. Igen, nekem is a Longest Journey volt az egyik olyan meghatározó élmény, ami örökre megszerettette velem a kalandjáték műfajt. Mondjuk a Monkey Island is nagyon sokat tett érte, tehát itt ne becsüljük le a többieket, tehát nagyon-nagyon jó kalandjátékok vannak. De valamiért a Longest Journey nekem egy annyira... Valószínűleg jókor is játszottam, tehát akkor tájt... Kicsit már idősebb voltam, mint April Ryan karaktere, de minden esetre úgy elég könnyen tudtam azonosulni a dumáival, meg a nézeteivel. Állati jó pofa volt az egész világ is. Na. Aha, így nem ér el. Ja, viszont át kell ugrani a másikhoz. Ezek a kampók. Gyere, Sanyi, gyere! A botos ember. A botos ember, aki bottal jön, de van nála gyufa. Na jó, nem gyufa. Először azt hittem, hogy Uzi töltényt dobott. De végül is ilyen fákja volt nála. Egyébként a Longest Journey is simán egy... Jézusom, mi ez a sav izéit? Tehát az is simán egy olyan játék, amit akár elő lehetne venni egy ilyen retro streamhez, csak hát ahhoz ugye, hogy élvezni lehessen, nagyon kell tudni angolul. Meg pont ezért én nem hiszem, hogy egy point and click játék az a streamelésre jó lenne. De hát, ha valakinek kimaradt, akkor feltétlenül nyomja. Ah, titok! Helyes! Erre speciál emlékeztem. Nya. Ó, persze, ne. Nehogy már ki tudjak ott mászni. Na, így viszont nehezebb lesz ugrani. Hát jó. Jó is, hogy mentettünk. Rohadt életbe, így, hogy nem háttal ugrok. Mert már pedig én össze fogom szedni azt a jó kis titkot. Így nagyon figyelni kell, hogy jókor hagyjam el a platformot.
Longest Journey, ez van magyar felirat. Ez egyébként tök jó, egy csomó mai játékot lefordítottak. Annyi minden... Nem már! Annyi minden ez van már honosítás, hogy nem hiszitek el. Ugye a múltkor itt emlegettem, hogy a... Én láttam, hogy a Tomb Raider 2-höz még szinkront is csinált valaki. Hát ez egészen elképesztő. Nem próbáltam azóta se, csak... Maga a tény nyűgözött le, hogy... Egy ilyen játékos szinkron, hát alig beszélnek benne. Hát Malleus mindenféleképpen szerintem Longest Journey-zél, amint alkalmad nyílik rá. Ó, megint too soon. De nem már. Bocsánat, most már háromszor halok meg ugyanitt. Látjátok, azért tud ez nehéz lenni. Na például ugye a Dreamfall-t, azt simán lehetne streamelni, mert hogy az már nem annyira szigorú értelemben vett point and click játék, hanem az már ilyen félig meddig TPS, megint nem jó, akció elemekkel. Hát ez nem igaz, itt fogjuk tölteni az egész estét. Következő streamhez tegyük fel a Tomb Raider 2 magyarítást? Úristen, én azt nem biztos, hogy vállalom. De meg igazából az hol jó? Tehát a film részletekben? Mondjuk talán... Most meg túl későn nyomtam. Hát nem igaz, Lara! Lehet, hogy ott kéne hagyni a titkos helyet. De azt nem bírom ki. Az nem én vagyok. Ez akkora szemétség, hogy itt nem tudok visszaugrani, basszus. Ó, Istenem. Ez nagyon undorító ez a rész. De miért? Ki találta ezt ki? Komolyan megnyúzom. Na ilyenkor nyomták kezembe a kontrollert, hogy vidd már át ezt a részt. Azt mondja Malleus, ennek az ugrásnak van valami trükkje, ehhez guide-ot kellett néznem, mert én sem tudtam átugrani. Hát, jaj, például ez az egyik trükk nyilvánvalóan, hogy így. Ez egy trükk, csak így most kimaradt a titkos hely, de... Miért jöttem én ide egyáltalán? Na mindegy, tudjátok, mit majd legfeljebb a végén visszajövünk még ide, aztán próbálkozunk, bár hát ennek úgy lett volna abszolút értelme, hogyha... Jaj! Ó, erre emlékszem, a végtelen hosszú létra. Ja, közben látom, írtál, Malleus, climb out of the opening and slide the rest of the way down the slope, jumping at the last moment without pressing action to land. Without pressing action. Tudod mit? Én ezt most kipróbálom. Ígérem, hogyha nem sikerül, nem erőltetem túl sokáig. De nekem kell a titkos hely. Nem bírja ki a gyűjtögető kényszeres. Jó, nénikém. Akkor nem nyomom a kontrollt egyáltalán. Na nézzük. És tényleg basszus. Hát ezt nem hiszem el. Az volt a baj, hogy próbáltam megkapaszkodni. Komolyan. Hát core design a jó édes anyátokat. Ez azért jó kis monumentális kamera movement volt. New Beginning-et ismerem-e? Az is egy kalandjáték. Hú, azt nem ismerem. Na csak sikerült az a rohadt titkos hely, de itt meg most láttam, hogy ahogy így fölment a kamera, hogy itt meg valahol van mögöttem egy nyílás. Hát basszus, egyébként Malleus, ha most ezt nem írod be, erre én se jöttem volna rá magamtól, sőt nem is tudom, hogy erre gyerekként hogy jöttem rá. Mert azt tudom, hogy gyerekként összeszedtem mindig mindenhol az összes titkot. És abban a hitben éltem, hogy majd a játék legvégén lesz valami nagy jutalom, hogyha minden pályán minden titkos kis vackot összeszedek. De ez nem így van, tehát igazából pályánként van egy adag jutalom, aztán annyi.
Na mindjárt itt, ha fölérek, akkor visszanézek, hogy hol lett volna az a rész, ahol nyomhattam volna egy hátraszaltót. Úristen! De most azt ott hogy a viharba? Na jó, mindegy, menjünk tovább, majd még szerintem kelleni fog ez a nagy létra. Sok a lőszer, ez mindig gyanús. New Beginning-et egyébként tényleg nem ismerem. Egyébként annyira nem vagyok egy nagy expert sajnos a kalandjátékokban. Sőt, be kell vallanom, hogy egy-két ilyen nagyon alapmű is kimaradt. Nézd, a jön a shotgunos ember. Ó, hogy a jó édes izécskédet. Tudod mit? Te most kapsz shotgunt a pofádba. Jaj, még a kamera is megbolondult. Csávó meg ide beleépült a lépcsőbe. Na most nézzétek meg, na erre mondom, hogy ilyen tipikus szemét helyzet. Szegénykémnek adtam egy medikitet, és most is alig van életem. Itt tényleg semmi? Hát, jó. Ott egy kék kártya. Ott egy ajtó. Biztos oda kell a kék kártya, ott látom, hogy van valami kártyaolvasó. Aha, jó, hát akkor megyünk a kék kártyáért, ez ugye elég egyértelművé tette. Ja, itt hiányzik egy darab korlát, de nem tudom, hogy ezen itt átférek-e, mindjárt kiderül. Át, oké. Dédaliknek a kalandjátékait végképp nem nagyon ismerem. Egy-kettővel így véletlenszerűen játszottam, például a Night of the Rabbit-tel, talán egy 3 éve, 2 éve? Már nem tudom. Aha! Itt, értem, körbejöttünk. Akkor most megyünk vissza a kék kártyával. Na most már jó, így visszatekintve jó, hogy nem próbáltam meg itt valahogy fejből hátra szaltozni egyet, mert szerintem akkor itt is egy órát eltöltöttünk volna. Egyébként, ha tudtok jó kalandjátékokat ajánlani, bátran ajánljátok. Eléggé mindenevő vagyok. Például nekem nagy kedvencem a Book of the Unwritten Tales. A Kingard Games-től, német fejlesztő csapat, ilyen eléggé, hát nem tudom, viszonylag ismeretlen indie jóság, de van ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát az borzalmas, hogy ezt ő annyira unta, hogy játékon még nem aludt el, de azon sikerült. Úgyhogy ez is olyan, hogy hát gusztus dolga. Rent a Hero, ó, igen. Na például az egy nagyon nagy mulasztásom. Azt sajnos. Köszönöm. Azt jó, hogy mondtad. Ó, a Broken Sword-dal játszottam, de csak az első kettővel, úgyhogy... A Szibériákkal is játszottam, azt most már lélegzett visszafolytva várom, hogy érkezzen a Szibéria 3. Á, be is csukódott mögöttem az ajtó. Erre a részre emlékszem, ez egy ilyen nagy körfolyosó, rengeteg ellenféllel. Azért indultam el itt rögtön körbe, mert nézzétek meg, itt jönnek. 4 Doberman. Ez az a pálya, ahol emlékszem, hogy van lángszórós ellenfél. Úristen, itt a lángszórós! Azt nem gondoltam, hogy már most jön. Basszus. De meghalt, jó van. Én most csak így mondtam, hogy tudom, hogy itt van lángszoros ellenfél, de azt nem tudtam, hogy ezen a folyosón is van. De nézzétek, hogy milyen brutálisan néz ki a csávó, ilyen szellemírtós, nem tudom, gázpalack van a hátán. Olyan, mintha valami porszívót cipelne. Elég hardcore. Na ő egy olyan ellenfél, hogy most itt ugye sehol egy csepp víz.
Ez így eltalál, és akkor annyi volt. Ó, igen, a Fahrenheit-tel is játszottam, az egy nagyon-nagyon jó játék. Na, milyen jókat mondtok. Tényleg a Broken Sword-ból egyébként ezek a 3D-s újabb részek, azok milyenek? Azokkal úgy érdemes lenne próbálkoznom? Legend of Kyrendia sorozat, Sephi, hát még a címe se ismerős, bevallom. Úgyhogy nem, az nekem abszolút nem ismerős. Az mikori vagy kiféle, miféle? Szégyellem magam nagyon. Hiányos a műveltségem bizonyos műfajokon belül. Ó, nézzétek, ez a pálya vége szerintem. Ott egy helikopter. Videójátékokban a helikopter majdnem mindig a pálya vége. Legalábbis ezekben a korábbiakban. Nem, ez hülyeség. Most hülyeséget mondtam, eszembe jutott a Metal Gear Solid első pályája. Hát jó. Ez egy klasszikus point and click a 90-es évek elején. Hát igen, egyébként nekem a 90-es évek eleje az egy ilyen nagy fehér folt. Szégyen szemre, akkor nem volt még normális PC-m. Úgyhogy én akkor... Aha. Illetve volt, csak a játékok, amikkel játszottam, azok így azokra limitálódtak, amiket apukám kollégájától megkaptam flopin. Jaj, de bájos ez a rész, ez így halványan rémlik. Ott nyüzsögnek bent az emberek, kijönni nem tudnak, úgyhogy ott futják a köröket, nézzétek meg. Elképesztő. Micsoda gatyájuk van. Ez a láda, ez nem tudom egyelőre mi célt szolgál. Ó, tényleg a Discworld-ből is. Aha. Discworld-ből is volt egy elég jó kalandjáték, tényleg. Azzal, mintha most nem tudom, miért emlékszem arra, hogy mit a Warhawk játszott volna vele egyszer streamen, de nem, lehet, hogy tök hülyeséget mondok, de azt valakit láttam azzal nem olyan rég játszani. Én arról bevallom őszintén csak egy 576 kilobajtos tesztet olvastam Cowboytól, arra... Ú, basszus, jön a búvár. Hogy megyek ki? Itt megyek ki. Arra emlékszem, de a játék, na például az is szégyen szemre kimaradt nekem. Na, viszlát búvárkund. Fú, nagyon sok játék kimaradt, amiket most itt említetek. Vannak hiányosságok sajna. Igen, a Discworld Noir, az én is emlékszem, hogy egy ilyen... Hát olyan, nem is tudom, kicsit ilyen vegyes fogadtatása volt, de... Például úgy rémlik, hogy az 576 kilobajtban, mintha 90-valahány százalékot kapott volna. Hú, erre a részre emlékszem, itt mindig majdnem megfulladtam, mert itt volt, hogy megfordította a kamerát. És... és elkezdtem rossz felé úszni. Hogy van? Mint van? Jézusom, hol megyek? Nem! Meg fogok halni! Anya! Most történt valami? Na jó. Ez egy szemétrész. Bocsánat, itt most elbénázok. Itt valami rémlik, hogy ez itt időre megy. És marhára kéne tudnom, hogy hova úszok. Menjünk neki még egyszer. Ja, most a másik oldalon nyílt ki. Aha, igen, jó, oké. Megvan, csak... Aha, vagy voltam már itt is? Most lehet, hogy tök hülye vagyok, és ez ugyanaz a kar, és itt körbe-körbe megyek. Most mi van? Még egyszer. Most a jó ég tudja, hogy ez hol van, de... Mintha ott a helikopternél lenne, de azt kétlem. Pff. Na jó. Majd rájövök.
Nem kell még egyszer neki menni, kinyitottam egy ajtót. Igen, egyébként most, hogy másodszor itt megcibáltam a kart, én is rájöttem. Csak valamiért azt hittem, hogy ez itt valami időzített szakasz. Jaj, nem, 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 az jó volt, arra menjél, arra. Ah, megfulladok. Ah. Hú, szegény. Pont felértem. Na, ilyet se csináltam még, hogy annyira kicentízve értem föl a vízből, hogy mire felért, megfulladt szegény. De még azért fújtatott egyet-kettőt. Ja, most jól megfulladtam. Na, nem baj. Malleusnak igaza van, kinyílt egy ajtó valahol. De gyanítom, hogy nem a helikopternél. Most azt hiszem, pont tök rossz irányba futok, de nem baj. Legalább futunk még egy kört. Azt hiszem, innen jöttem. Igen, ez volt a kék kártyaolvasós ajtó. Igen, ide akartam jönni. Olyan, mintha itt nyitottam volna ki a helikopterhez vezető ajtót. De azt valamiért nem hiszem, hogy azt kinyithattam volna, vagy igen. De pedig ez nyílt ki. De ez nem a pálya vége, vagy én miért? Ó. Földriasztó. Uha, basszus, basszus. Gondoltam, hogy itt ekkora ellenállásba ütközök. Azt, hogy miből vettem ezt? A másikat lőjed. Jaj, Istenem, hogy itt nem lehet célpontot váltani. Na mindegy. Ez a helikopter persze pont föl fog szállni, mire én oda megyek, az teljesen biztos. Úgyhogy ráérősen összeszedem itt a dolgokat, úgyis majd csak akkor megy el, ha oda akarok. Azt nézem, hogy az is egy ilyen 2D-s sprite, hogy akármerre forgok, onnan látom. Gyanús, hogy igen. Nem, ez egy 3D-s. Hoppá! Jaj, elnézést, ott el is ment. Véletlenül szaltóztam egyet. Ajaj. Hát jó. Tűzike. Ez viszont rémlik, hogy valami időzített dolog lesz. Még ott visszamegyek, megnézem a bunkós embert, hogy hát ha ő is dobott-e valamit, mert itt nagy izgalmamban őt nem csekkoltam. Na. Aha, dobott egy nagy medikitet. Jó, van, akkor megérte visszajönni. Ez egy olyan hülye pálya. De egyébként nem azt mondom, ennek is van egy hangulata, de én már annyira várom, hogy a Maria Doria fedélzetén grasszáljak. Uha. Na jó, hát állandóan mentek minden méteren, de inkább éljünk biztonságosan. Ó, most a hátsót oltottam el. Aha, hogy van ez? Most ezt ki akarom figyelni, hogy mi történik. Az ott nem, aha, de most meggyulladt újra. Ezzel most eloltottam az egyiket. De jó, hogy ilyen szerencsétlen vagyok. Ez most nem volt túl jó időzítés. Nem esek le, nem tudom, mi van ott, de most nem. Szerintem baromi lassú voltam, úgyhogy itt ez most elég necces. Na. Viszont a tűz megint kigyulladt. Na, ilyenkor vat. Basszus, basszus. Ezt itt hogy? Ja, értem. Jó, csináljuk újra. Oké, megvan. Tomb Raidernek van-e története? Tomb Raider 2-nek? Igen, van neki. Nem túl sok. Az a történet, hogy egy kínai tört keres mindenki. Benne volt az intróban, hogy létezik egy Dagger of Xi'an, tehát egy Xi'an törje nevű, tulajdonképpen mágikus erővel bíró tárgy, amit hát az intróban ott az ókori Kínában látjuk, hogy a valamelyik császár magába döfve sárkánnyá változik, és ott a hadait vezetve mindenkit legyőz, egészen addig a pontig, amíg valaki, aki ennek a jaj, basszus, elrontottam.
ennek a törnek az erejét nem ismerve ki nem húzza a hasából, és abban a... sikerült! Ez az. Abban a pillanatban ez a sárkány elpusztul, és aztán váltunk napjainkra, ahol... Ja, illetve azt is látjuk, hogy ezt a tört egy tibeti szerzetes, az, aki kihúzza a sárkánynak a szívéből, igazából nem a hasából, csak hülye vagyok, mindegy. És utána a kínai nagyfalnak nem is tudom, ilyen titkos kamrájába zárják, hogy soha senki többet ne találhasson rá, aki ugye méltatlanul használná fel, és utána váltunk napjainkra, ahol Larától kezdve hát többen is hajtanak erre a törre. Például ez a bűnöző bűnbanda, akiknek az a szimbóluma, amit kicsit megkopva ezen a dobozon is látunk. Tehát akik ismerik napjainkban ennek a törnek a legendáját és az erejére pályáznak. Fú, nekem valami rémlik, hogy itt lesz egy lángszórós. Ott a lángszórós, anya! Megöltem, jól van. Ez nem sokon múlt egyébként, kikerültem a hatósugarából. Tulajdonképpen most Lara itt versenyt fut az idővel, meg a riválisokkal, hogy megszerezze ezt a tárgyat. De aztán persze, hogy ez a tárgy így honnan jött, meg hogy ez most így ő honnan tudja, hogy ott van. Vagy az ellenfelei honnan tudják, hogy ott van, hát ez így eléggé homályban marad. De ha valaki többet tud nálam, nyugodtan egészítse ki a történetet. Wikipédián valami nagyon kis rövid tartalmi összefoglaló egyébként le van róla írva, hogy miről akar szólni ez a játék, illetve a tombraider.hu-n szintén szerintem tuti le van írva a sztori. Igen, ez ilyen erősen B kategóriás forgatókönyv, viszont közben nem figyeltem, hogy megnyomtam ezt a gombot és mit csináltam. Ránéztem helyette a kommentekre. Ott a titkos hely. Yummy! Azt nyitottam vajon ki, csak vissza ne csukódjon. Na, hát ez már a második. Milyen jók vagyunk. Na nézzünk körül, mi van ide lent. Jó, arra majd mindjárt elmegyünk. Előbb itt fönt jobban körülnézzünk. Nekem olyan gyanúsan kevés volt ez a két tag. Nem jön itt több ellenfél? Egy kis szigony, az sosem árt. Tehát valami kis nagyon halovány sztori van, tehát a mai napig a tibeti szerzetesek őrzik ezt a tört. De hát ugye az ember esendő és hataloméhes. De hogy ez a főgonosz, ezzel a rettenetes olasz akcentussal, ez a Bartoli, vagy hogy hívják, meg ez a társaság, hogy ezek pontosan kik, meg hogy kerülnek a képben, azt nem tudom. Jaj, hagyjál már, nem, fúj, menjetek innen, nem érdekeltek, jó, majd, úristen, jaj, ez a rész rémlik. Jézusom, mekkora. Ki tudok én itt mászni egyáltalán? Léci. Ha, nem tudok kimászni, anya! Nem. Szarrá lőnek a hülye bunkók. Egyébként van szigony puskám, csak túl egyszerű lenne elővenni és használni. Ó, ez kell majd a pálya végén. Na jó van. Úgyis elfelejtettem már, hol van ez a cucc? De csak 12 izén van, ne csináljátok már. Ezt a cápákra kéne tartogatnom, nem rátok seggfejek. Na jó, ez nem jó, ezt mindjárt visszatöltöm itt, ezt nagyon nem így kellett volna. De hát itt nem lehet kimászni, basszus. Most én vagyok a berrád? Bocs, most mielőtt visszatöltöm, még úszok itt egy pár kört. De ott ki lehet mászni. Jaj, de seggfej vagyok. Na jó. Ja, ezt most nem tudom miért csináltam. Vissza akartam tölteni. Jó, oké, megvan. Megvan a továbbjutás. Értjük. Menjünk.
Búvárokkal egyébként, ha nem muszáj, nem érdemes itt a vízben kekeckedni, mert tényleg annyira kevés a szigony, és a következő résznél meg annyira, vagy részeknél annyira fog kelleni, hogy én inkább így a szárazföldről próbálom őket elintézni, csak közben itt lőnek rám a rohadékok. Jaj, meghaltam, nem figyeltem, basszus, basszus. Oké, van még egy aljadékmódszer, azt fogom most bemutatni. Gyertek, rohadékok, gyertek, kövessetek. Remélem kijönnek utánam ide is. Hát nem. Ah, de már jön. Gyere, te szemét, gyere. Gyere anyához. Na, nem. Ott van. Á, és ő lát engem, én nem látom őt. Ezt a szemétséget. Na jó. Á, na még egyszer. Mindjárt elolvasom azt az idézetet a 90-es évekből. Igen, közben látom, Malleus köszi, te is írod, hogy itt jobbra ki tudok mászni, csak nem láttam a szememtől. Jaj, ez most nem volt annyira jó. Búvárokat minél előbb, gyerünk. Egy. Kis pofátlanja. Azokat is innen szépen leszedjük. Hát ez így nem valami fair dolog, én azt belátom, de... Láttátok, az ellenfél az tud mászni azon a nagyon... nagyon meredek felületen is, csak én nem. No, hát akkor most lenézünk ide alulra. Ó, ja nem, jó. Megtévesztett itt az árnyék, azt hittem van ott oldalt valami folyosó. Azt nem tudom, hogy itt lent nekem kell-e bármit is csinálni. Úgy látom, hogy nem. Na, menjünk visszafelé. Én itt nem látok ilyen beugró folyosót, ahova be tudnék úszni. Viszont akkor most egy picit itt meg vagyok keveredve, hogy hogyan tovább, hol tudok itt kimászni, mert hogy akkorát Lara nem fog ugrani. Ott egy folyosó. Gyanítom, hogy nekem ide máshonnan kéne eljutnom. Ti hogy gondoljátok? Na, közben elolvasom a kommentet. Idézett a 90-es évekből, story in a game is like a story in a porn movie. It's expected to be there, but it's not that important. Hát igen, tehát kb. Annyira volt fontos a történet a 90-es években egy videójátékban, mint mondjuk egy pornófilmnél. Ahol ugye, mit tudom én, megjön a vízszerelő, aztán hirtelen rá kíván Marikára, vagy én nem tudom, mi a módja. Én itt visszamegyek, ez nekem gyanús, hogy itt most nem tudok tovább haladni. Ott van mögöttem egy kapcsoló, komolyan ennyire hülye vagyok? Megint nem veszem észre a szürke falon a szürke kapcsolót? Haj, de jó, hogy itt vagytok, különben sose jutnék tovább itt ezen a részen se. Hol van itt kapcsoló? Itt nincs. Akkor a víz alatt? Na, még egyszer. Itt nincs kapcsoló. Akkor gondolom ott lent volt. Egy víz alatti kar. Még egyszer lemegyek, most már nagyon figyelek. Közben az jutott eszembe, hogy ugye ott fönt még mindig van egy piros kártya. Azért sem mentem még el. Hol van itt kapcsoló? Milyen kapcsoló? De ott csak fel kell mászni egyel. Jézusom, komolyan ennyire vak vagyok. Hát, ez már az öregkori szenilitás. Itt lehet mászni? Basszus, ne már! És tényleg? Nem hiszem el. Na jó. Na végre.
bejutunk ott a köröket futó fickókhoz. Jaj, és már megint itt van egy ilyen pervers. Jól öljél! Nem baj. Nem érdekelsz. Látom, hogy mindjárt meghalok. Legalább látjátok, hogy nem csalok, nem játszottam előre. Tényleg fogalmam sincs már, hogy mi hol van. Viszont most ott a föntiek le fognak rám csapni. Van egy ilyen sanda gyanom. Már itt is van. Itt van a botos ember. Itt van a másik, a shotgunos ember is. Csoda hangokat adnak ki. Hála az égnek. Dobott egy kis uzit. Igen, olyan is van, amit írsz, Malleus, elég sokszor, hogy az ellenfelek azok már be tudják célozni, meg be tudják fogni Larát, de te meg még nem. Igen, ez ilyen elég kellemetlen tud lenni néha. Hát tudok majd ugrani? Hát jó, lássuk a medvét. Roa Attila az előbb idézethez annyit fűzött, hogy ezt az a John Carmack, igen, Carmack mondta, aki aztán a Doom 3-ba megpróbált sztorit tuszkolni. Hát végül is a Doom 3 az mikor volt? Ilyen 2003 fele? Tehát az már egy kicsit később volt, de ja. Ja, ez nem tologathatós. Itt látjuk ezt az emblémát, vagy szimbólumot, ami a... talán mintha a törnek a foglalatán is megjelenne. Erre mi újság van? Egy egész kapcsolót rejtettek el ezen a folyosón. Hú, ez hol van? Jaj, tudom, talán, de lehet, hogy nem. Ez mintha ott lenne, ahol a helikopter felszállt, ott most mintha egy ilyen, nem is tudom, platform lesüllyedt volna középen, meg hát megjelent egy kuthamutha is. Na nézzük. Közben gondolom, egy pár ellenfél ide termelődött, na-na. Ez általában így szokott lenni, kinyílik egy ajtó, akkor jönnek a dúdok. Viszont legalább tudom, hogy jó irányba jövök. Innen jött az ember. Erre kell jönni. Na jó van már, Blöki, hát na. Nézzenek oda. Megrágta a combomat. Hát ez nem igaz. És már elég legyen. Még mindig jön valami. Ez hihetetlen, komolyan. Ezt most már egy kicsit indokolatlannak éreztem, de... de nem baj. Ember Blöki, ember Blöki. Micsoda széria volt. Igen, itt ez a helikopter felszálló szépen felemelkedett, és akkor itt lett nekünk lent egy ilyen bemélyedés. Aha, és ott van egy rejtett folyosó. Azért futottam itt egy kisebb kört, hogy hát ha van valami felszedni való. Na és akkor itt hányan jönnek még rám? Ó, ott lent mi az, ami ott piroslik, vagy hova fogok én most itt leesni? Egy ilyen széria után inkább mentek. Tudja, hogy itt megint 8-an jönnek. Ó, persze, már a riasztó is szól. Ó, lángszórós ember! Ó-ho-ho. Hát ez jó volt. Jól van. Tudtam én, hogy itt nem árt, ha mentek, viszont akkor előveszek valami combosabb fegyvert. És koncentráljunk a lángszórós emberre. Ne hagyjuk tüzelni. Ah, jó van. A lángszóros emberben egy jó dolog van, hogy viszonylag könnyen meghal többiekhez képest. Viszont abban a pillanatban, hogy ő tüzet nyit ránk... Jaj, tudom, hol vagyok, bejöttem ide a
központi terembe. Ezeket... Aha, most kinyíltak ezek az ajtók. Amik eddig zárva voltak. Igen, egyébként Tendariel Uzi is lehetett volna akár. Ez jó, hogy kinyílt ez a központi szoba, mert itt már kicsit le lehet vágni. Ide viszont nem tudom, hogy hogy jövök. Az viszont gyanús, hogy a pálya vége. Bár nem, mert a tenger alatt járó a pálya vége. Vagy mi? Na. És van még egy titkos hely, ami hiányzik, azt ne felejtsük el. Na mindegy. Meg van itt is még, innen jöttem, de van még egy ajtó, ami csukva van. Mégpedig ez itt. Itt se tudom, hogy mi lehet. Bekukkantunk ide. Ja, ez az előző pályára vissza a kukucskáló. Ez egyébként tök ötletes, az annak idején is nagyon tetszett, hogy az előző pályával össze van kötve ez a kettő. Tehát ott volt az a rámpa már előzőleg is. Csak ha közel mentem ehhez az ajtóhoz, akkor szépen becsukódott. És most meg itt vagyok a második pályán, ahol az ajtó másik oldaláról tudok visszanézni az előző pályára. Ebben a részben van már magnum. Ez nem csak a háromban van. Machine chip. Magnum egyébként az abszolút kedvenc fegyverem. De most lehet, hogy én mondok zöldséget, de szerintem az mintha csak a Tomb Raider 3-ban lenne. Mi a véleményem a Deep Silverről és a Nordic Gamesről, kérdezi Experto. Mind a kettőt szeretem, de most azon gondolkozom, hogy ha Deep Silver, nekem arról így azonnal a Saints Row sorozat jut eszembe. Márpedig a Saints Row 3 az egy ilyen hatalmas nagy guilty pleasure-öm, tehát azzal rengeteget játszottam. Úgyhogy a Deep Silveréket mindenképpen szeretem. Nyugodtan mondjatok még egy pár címet, hogy mit csináltak még ők. Én most így fejből annyira hirtelen nem tudok sokat mondani. Hát a... Jaj, valaki lő rám. Mi ez? Ki? Honnan? Miért sebződtem? Jaj, ott lent van! Úristen! Leestem. Na. Ja igen, a... Risen. Mármint, hogy az Nordic, nem? A Risen, vagy... Kik is csinálták? Hát a Risen tulajdonképpen a Piranha Bytes fejlesztette, a németek, akik a Gothicot. Egyébként a Risen nekem... annyira nem jött be. Én meg a Gothic se, és tudom, hogy ezzel nem leszek túl népszerű páratoknál. Nem mondom, egyébként tök jól el voltam. Mondjuk a Gothic szériát abszolút nem játszottam végig, egy-két résszel játszottam, azok úgy tetszettek. De... Ajaj. Hiányzik még egy titkos hely, és mindjárt pálya vége van. És már megint lő rám egy búvár. Még ilyet. Bocsánat, mindjárt Dead Island. Például a Dead Island-del se játszottam. Csak éppen, hogy egy egész picit, pedig azt hiszem éppen ma kérdezte Liquid, hogy ki szeretné tesztelni az újra kiadott verzióját. Egyébként igen, mindenki a Gothic 1 és 3, tehát az első három részt tartja sokra. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy most ebből az Alexből mi lesz. Én legutoljára a Risen 3-mal játszottam a piranyás srácoktól. Azt hiszem őket is a Nordic adja ki, mintha tavaly ott a Gamescomon a nordikos szekciónál lettek volna ők. Nem nézett az ki tavaly túl jól, sőt, fú, nagyon szorul nézett ki, de ők tudják. Egyszer végig lehet vinni a Risen 1-2-t. Igen, egyébként én mindegyikbe belekezdtem. És aztán valahogy mindegyiket abba hagytam. De például a Risen 1-et van egy barátom, aki borzasztóan szereti. Blador answers. I have no preference. You should spill a bit of a bath. Okay, Marco. Glad to have your bath. What do you want?
Come on, stick to your stomach. Tell me, where in monastery should we look? Brother! Micsoda vallatás. Hangok voltak itt. Valakiből próbáltak információt kiverni. Ezek a gonosz olasz mafiózók. Tendariel, nem te vagy az egyetlen, aki azt mondja, hogy a Risen 1 az jobb, mint a 2. Egyébként a 3 az nekem tavaly egy ilyen hatalmas, tényleg ilyen guilty tripem volt. Vagy dehogy tavaly, mikor is jött ki az a rész? Lehet, hogy már az is van. 2 éves, 3, mintha 2014-es lenne a Risen 3. Annyira rossz szinkront játékban már nagyon rég hallottam, mint a Risen 3-ba. De ez pozitívum volt, mert ennek hála rengeteget röhögtem rajta. Meg egyébként a Risen 3-ban is volt egy-két tök jó küldetés. Most azon gondolkodom, mit csinált még a Nordic? A Nordic az inkább kiadóként aktív, ők egy csomó mindent kiadnak. Oh. Oh, you are not one of them. But you are a monk. Brother Chen Bakeng. You have come for me. I saw bright lights around me. That was gunfire. I think it was them who got taken away by it. But you are my guide, my path beater to a next incarnation. I have done my time here, haven't I? What are you doing here, in Marco Bartoli? Nothing. I led righteous life, here for reasons rooted only in necessary evil, as my father was before me when he bombed Gianni's vessel deep into these waters. Now I'm here, was here, to prevent his son from salvaging the Seraph. The Seraph? You not know my life's work well. You sure you not here for them? Their Jackanory days are well over. They want the Seraph to unlock a malignant treasure we contain in our monastery in Tibet. Since being stolen by imbecile vagabonds centuries ago, we've been without key to it, relying solely on cleansing of our prayers to keep it subdued. Then the occultist Gianni Bia acquired it. Trouble we knew. He breathed life back into ancient belief. One not to be stopped by any amount of head bowing. And now again, it is here. Marco, infected with madness. He has violent mind, but not yet the power to satiate it. So, we reach for our weapons once more. The true detox of evil. Where can you be taking me? Oh, this was my big break. Guess changes of Buddha's rest. Oh, I need one. Szegény. De nem ám lehet, hogy élet. Annyi esze nincs. Ó, basszus, vége a pályán. Nem lett meg a harmadik titkos hely. Nem baj. Nem is emlékeztem, hogy itt ennyi sztori van. Azt a mindenét. Hű, hát itt most elég sok minden történt. Dead Synchron. Hát igen, ez is elég gáz volt. Hú, kicsit foglaljuk össze, hogy mi történt. Hát most itt ráakadtam egy tibeti szerzetesre, aki itt egy Seraph nevű valami tárgyat emleget, amit még mindig ott őriznek a tibeti monostorukban. És hát az a tulajdonképpen a kulcsa annak, hogy megkaparintsa Lara, vagy éppen ez a hatalomtól kicsit megtébolyodott olasz csávó a tört. Úgyhogy ez a fickó szegény, ez itt próbálta a titkot megőrizni, de hát Larának azért elkotyogta, illetve ugye itt most a fő gonosz bácsi is fültanú volt. Honnan lehet tudni, hogy valaki olasz, hogy sálat hord? Figyelitek? Lara az így tüdőből húzatja magát itt a mély tenger szinteken. Ő gondolta, hogy így búvárruha meg minden, illetve ruha van rajta, de... oxigénmaszk az nincs. Thank you.
Gondoltam, hogy így elhúzza magát, nem tudom, Ázsiáig. Elhúzatja magát. Ez meg egy elég béna tenger alatt járó, aminek egy ilyen mosolygós cápa elég volt ahhoz, hogy... Hát, hogy itt beadja az unalmast. Oh no! Tehát ezt így Lara nem gondolta át, és nézzétek, a filmrészlet alatt nem fogyott neki a levegője, mert most van tele a kis csíkja. Itt amúgy nem tudom merre kell menni, most csak így úszom. Aha, elérkeztem az láthatatlan falhoz. Jó, hát most meg fogunk fulladni, de annyi baj legyen. Rossz irányba indultam el. Itt követni kellett volna ezeket a palackokat, vagy ilyen rozsdás hordókat, meg a dobozokat. Itt fölfele úszni nincs értelme, tehát itt valahol, én nem tudom milyen mélyen vagyunk, de itt már csak a víznyomásnak egyébként össze kellett volna roppantani a csajszit. Tehát, hogy ő ezt itt hogy gondolta, hogy majd itt a tenger alatt járó elhúzza őt Tibetig, ezt így a mai napig nem egészen vágom. Igen, ekkora tüdővel kell is, hogy bírja. Egyébként ez volt az egyetlen magyarázat, amit én is annak idején itt adni tudtam erre a jelenségre. Bocs, hogy visszatöltöttem, csak hát ez most itt fulladásos halál lett volna amúgy is. Viszont valaki mondja már meg, hol van a harmadik titkos hely. Na mindegy. Tudom, nem kéne ezen rugóznom. Tényleg a Nordic volt, aki megvette a jó Woodot, most jól mondod. Painkiller is náluk van, és itt írtad később a... Painkillerrel se sokat játszottam, megint csak fene a mindenemet. A Red Faction-nel viszont annak idején a legelsővel játszottam, az tök jó volt. És a Hitman-nel is. Vagy Hitman-nel? Na, a Darksiders-re akartam reagálni, hogy a legelső Darksiders-t azt nagyon-nagyon szerettem. Van itt egy platform, nem lehet, hogy ez az? Hogy ez a titkos hely? A filmrészletben onnan jön ki a főgonosz, de... Hát ha itt az utolsó titok. Léci. Nem már! Egyszerűen ide fog spawnolni a főgonosz. Ennek a folyosónak ennyi a funkciója. Dude! Egyébként Lara itt az előbb ebben az átvezetőben milyen bunkó volt már, hogy ennek a szegény csávónak a fejéhez akarta vágni a bakancsát, de hát gondolom ő meg így nézegette, hogy átöltözött. Várj, ne. Itt mindenképpen belemegyek a cutscene-be, gondolom. Hát nem. Mennyivel jobb így. Ja, értem. Akkor csak akkor kezdődik el a filmrészlet, ha oda megyek. Király. Na jó, ezt már láttuk. Igen, a Darksiders 2-nél nekem ugyanez volt az érzésem, hogy az már jóval kevésbé volt összeszedett és átgondolt. Hát, ahogy mondott Poloviev, ez a fránya OCD, ez nem lehet bírni. Ezt még egyszer nézzük meg, ez olyan jó. Thank you.
ezzel nem bírok betelni. Ez az egész átvezető, ez annyira a Tomb Raider agyfasságának a kvintesszenciája. Tehát ez a... Fogom magam és egy ilyen kis búvár ruhába, de oxigénmaszk meg minden nélkül beugrom a vízbe, rácsimpaszkodom erre a sárga tenger alatt járóra, ami úgy néz ki, mintha én nem is tudom, mint volt régen ilyen Lego, mi is volt annak a neve, tudjátok, voltak ezek a sárga tenger alatt járós Legók, annyira szerettem őket, na körülbelül úgy néz ki, és ez az, megjöttünk. De utána jön a cápa? Jó, mondjuk lehet, hogy nem kéne itt kísérletezni, inkább haladjunk. Jól körülnézünk. És utána jött a cápa! Anya, hol megyek ki és merre? Jaj, anya, ott arra, Jézusom. Bocsánat, én kérek elnézést vállalhatatlan viselkedésemért. Na, hova kell már itt kiukadni? Jézusom, mi van? Itt egy kar. Közben vészesen fogy a levegőm. Tök jó, vajon mi történt? Itt a cápa testvér mutatja nekem, hogy merre kell menni. Hát nem aranyos? Kicsit még a farkát is, mintha csóválta volna. Hát ez elég szoros volt. Azt a mindenit. Remélem közben nem mentem el titkos hely mellett. Clary, te nézted régen a Cartoon Networköt? Igen! Abszolút néztem. Miért? Melyik mese ugrott be erről a fura víz alatti, nem is tudom, ahogy Mackó mondaná, szekvenciáról? Vagy filmrészletről? Mennyi fele lehet itt menni? Volt a Johnny Quest, most hirtelen az jutott még így eszembe, abba voltak ilyenek. Cápali és Cápeti. Az ment a Cartoon Networkön is? Én azt mintha valami tök más csatornán néztem volna, de annak nagyon csíptem a főcímdalát. Két kopoltyús zseni. Ők jók voltak. Valahol leengedtem a vizet. Itt engedtem le a vizet. Ez most nekem jó? Oda már nem megyek vissza. Hát jó. Viszont mintha itt is lecserélték volna egy kicsit a textúrákat. De ez egyébként vicces, hogy az elárasztott hajóroncsot úgy tervezték meg, hogy van beleépítve víz alatt meghúzható kar, amivel leengeded a vizet. Ez nagyon praktikus gondolkodásra val. Igen, közben itt visszanéztem a kommentekre, ahogy a Darksiders volt az apokalipszisnek a négy lovasa sztori, amiből aztán igazából csak kettőt ismertünk meg eddig. Mert hogy marhára nem úgy néz ki, hogy abból négy rész lesz. Pindur-pandurokat is néztem persze, Bogárfalva lakóit. Ezek elég jó dolgok voltak. Meg a Boci és Pipi, akkor mi volt még? A Két hülye kutya, az volt még nagy kedvenc. Ezek nagyon jó dolgok voltak. Igen, ez pont az a korszak egyébként, amikor a Tomb Raider 2-vel is játszottam. És tök jó volt, hogy volt két öcsém. Jaj, mi? Nem! Bazd meg! Na jó, csapó kettő. Legalább mentettem? Fordy fed... Ne már! Basszus. Bocsánat, nem gondoltam, hogy ennyire rég mentettem. 40 Fathoms. A Dexter laboratóriuma. Hát hogy felejtettem el. Viszont a Scooby-Doo-t én utáltam, bevallom. Nekem az olyan hülyeségnek tűnt már gyerekként is, hogy van egy sorozat, ami arról szól, hogy állandóan valami szellemnek vagy szörnynek néznek utána, és a végén mindegyik epizódnak az van, hogy
az a szellem, vagy a szörny, aki felbérelte őket eredetileg, hogy állítsák meg. És tényleg mindig ez az ilyen béna, lehúzzák róla a gumimaszkot, és akkor ott csodáskodnak, és meglepődnek. Én meg ott ültem már gyerekként is, hogy ember, az előző nem tudom hány száz részben ugyanez volt. Basszus, közben nem tudom, merre kell menni. Megröfögött a cápa. Hol mentem itt az előbb? Ne röfögjél, cápa. Várjál, nem tudom, hova kell mennem. Jaha! Röf. Mekkorákat harap? Na jó, ezt is vissza kéne tölt. Ja, ezt nem vettem észre. Na jó, nem vagyok csúcsformában, közben megnézem a kommenteket. Élmény olvasni, amikor játékokról írtok, beszéltek, de nekem mindig is probléma volt a játékneveket felidéznem. Hát annyira egyébként nekem sem megy sokszor. Ja, és Kefamosz írta még a víz alatti filmrészlethez, hogy köztudott, hogy befogott torral az ember tovább bírja víz alatt. Hát, igen, de azért azt kétlem, hogy elhúzatta volna magát Ázsiáig. De ja, jogos, tehát Larának biztos ez volt a terve. Na jó, csapó három. Szóval egyébként a régi játék címek sokszor nekem se ugranak be. Ez előfordul. Meg hát szoktuk egymás segítségét is kérni. Ilyen ügyekben néha. Na, gyorsan, mielőtt megjön a cápali. Ezt az előbb ilyen könnyen észrevettem, most meg itt töketlenkedtem. Itt meg volt egy kar, nem itt volt a kar, még itt egyel később volt a kar. Itt volt a kar. Itt tiszta hülye vagyok, hogy itt elfelejtettem menteni valamiért. Ja, és itt volt, hogy a cápa ott mutatta nekem az utat. Most nincs itt, hál' Istennek. Na, még egész jól bírom levegővel. Igen. Itt voltunk az előbb. Fantasztikó. Na, akkor most majd mentek. Ó, látom, írtad Zsolt, Johnny Bravo-t, őt is néztem. Ő érdekes, valahogy ez a Johnny Bravo szóba került napokban a munkahelyemen. És voltak egy páran, akik mondták, hogy úristen, az egy milyen tahó mese volt. Én nem tudom, én bírtam. Azon is elég jókat röhögtem. Hódító hódok. Tényleg, micsoda mesék voltak. Ja igen, és Polojev itt az előbb írta, de az nekem is nagyon vicces volt, hogy az előbb, amikor itt föl akartam venni a szobrocskát, akkor a Isten tudja hány éve itt a víz alatt lévő rozsda rohasztott a roncsban, egyszer csak előkerült három muksó. Egyébként ezen emlékszem, hogy már gyerekként is kiakadtam, hogy micsoda baromság. Tehát emlékszem, amikor erre a pályára értem, tökre reménykedtem, hogy na végre itt izé nem lesznek emberi ellenfelek, lehet egy kicsit így nyugiba mászkálni, elsüllyedt hajóroncs, igazi Tomb Raiding, és erre ugyanúgy itt vannak. De hogy meg miért, arra zéró magyarázat. Most viszont mentek, most nem felejtem el. Na. Idősebb fejjel mi a véleményem a Yu Yu Hakusóról? Jó, és Ró Attila, te meg látom, Cartoon Network csúcsát említed, a Samurai Jacket, való igaz. Yu Yu Hakusó, öcsém rengeteget nézték, imádták. Én meg szerintem így soha nem láttam végig az összes részt, de jó sokat láttam én is. Én nagyon szerettem a Yu Yu Hakusót, tehát egy abszolút nézhető sorozat volt még egy picit idősebb fejjel is, tehát azt már én talán kicsit később néztem. Az egy teljesen jó shonen anime. Nem kimondottan a műfajom, de nekem is nagyon tetszett. Mondom, öcseim azok olyan szinten rá voltak kattanva, ahhoz képest, hogy a Dragon Ballon és még egy-két kivételen kívül nem voltak hajlandók több animét megnézni, hogy
Ez szerintem úgy mindennél többet elmond. Ren és Stimpy. Ja, azt lehet, hogy már olvastam, bocsánat. Azt mondja Malleus, nekem a Johnny Bravo mindig akkor jut eszembe, amikor egy videójátékban feltűnően nincs hajfizika. Na mondom, ebbe is beletörne a körfűrész, mint a Johnny Bravo-ban. Ez nem is rossz asszociáció. Ez nekem sose jutott eszembe. Nézzétek meg. Itt a bunkó. Bunkó vagy Baxi? Na. Mennyi ellenfél nyüzsög itt a... Tényleg... Totál rozsdás, tengermélyi hajóroncsban. Ez annyira reális. Jó, hát én értem a készítőket, hogy valami ellenfeleket ide is kellett rakni, de... Én nem tudom, ezek a hordók akartak ilyen arra utaló nyomok lenni korábban, hogy ők már ide jöttek ehhez a roncshoz. De én nem is tudom, most se teljesen... Fogtam föl mindent, annyira sokat dumált az a szerzetes az előbb, hogy én ezt a hajós részt mindig úgy fogtam, na gyerünk már, mindig úgy fogtam fel, hogy ide tulajdonképpen csak véletlenül jön Lara, mert na gyerünk, fogd rá a másikra is, mert hogy ugye elsüllyed a tenger alatt járó. Tehát, hogy ez az egész víz alatti szakasz egy ilyen random. Bár valami rémlik, hogy itt a Maria Doria roncsán... Áj, már nem tudom. Tehát lehet, hogy itt most nem is akart egyből elmenni Tibetig, hanem csak ezt a hajóroncsot akarta megtalálni. Mert akkor végül is egy fokkal elfogadhatóbb, hogy búvár ruha nélkül indult el, bár még úgyis elég necces. Na. Mindenki meghót. Helyes. Igen, a Slayers is nagyon jó volt a Linával. Emlékszem, egy időben minden második ilyen animés fórumon a... Minden második felhasználónak, vagy Yu Yu Hakusós, vagy Slayers-es avatárja volt. Hát végül is ez a kettő volt, amit adott a tévé. Meg hát a Dragon Ball, meg ugye korábban a Sailor Moon, amit... Fiúk, lányok egyaránt néztek, csak az előbbiek letagadták. Meg hát egy kicsit mások voltak szerintem a motivációk. Igen, egyébként Zsolt, én egyetértek veled, hogy ezek a nagyon látványos, ilyen kicsit old school, régi anime filmek, mint mondjuk egy Akira, ezek voltak a legjobbak tényleg. Vagy hát ami nekem egy ilyen óriási nagy kedvenc, és lassan megint illene újra néznem, az első Ghost in the Shell movie például. Ah, látom, hova kell menni, oké. Okay. Nem oda kell menni? Ah, de csak onnan. Ah, oké. Okay. Valami ügyeskedős mászókázás vár itt rám. Na nézzenek oda. Ja, hogy itt lecsúszok. No fene, Lara baba, hát akkor ennyi benye. Hogy van ez? Ki kell itt találni, hogy honnan, hová csusszanok. Basszus. Na. Induljunk valahonnan. Jaj, tényleg az Inuyasha. Vagy ahogy egy páran hívták, az Inuyosha. Azt is milyen sokan nézték, Istenem. Emlékszem, egyetemen volt egy csomó évfolyam társam, akik nagyon nézték. Sailor Moon-t én is eléggé utáltam, Zsolt, nem vagy egyedül. Volt, amikor néztem, volt, amikor nagyon próbáltam szeretni, de úgy annyira aztán valahogy nem akart összejönni ez a szeretet. Fenébe! Bocsánat, hogy itt tehetetlenkedek. Itt most nem egészen látom, hogy hova kéne ugranom. Esélytelen. Innen, oda, tud ekkorát ugrani? Ja, persze, jó. Azt hiszem, kicsit túl bonyolítottam ezt a részt. Most, hogy nincs ilyen állandó gépzaj.
Visszahangosítok egy picit. Hű, de gyanúsak ezek a csövek. Miért világítanak így? Vagy villognak? Micsoda ilyen kabinszerű ablakok, vagy hogy is hívják ezeket a kerek ablakokat? Van ennek valami külön neve? Ez most egyébként egy Resi Revelations pályának is elmenne, ha nem lenne ilyen kis csúnyácska. De nekem tetszik. Bocsánat, hogy itt tehetetlenkedek megint. Ez nem. Aha, ott is van egy ajtó. Ott úszkál kint a cápa, jól van. Na, erre a pályára már totál nem emlékszem. Itt nincs ellenfél. Hát ez lehet. Gyanús ez nekem. Ó. Hát, hogy van ez? Hogy van ez itt? Csupa zárt ajtó. Tűz. Hajóablak. Hát, nem tudom, de lehet, hogy már én képzelek dolgokat. Mindegy, amúgy nem lényeges. Kajüt? Nem, az mi? Már nem tudok magyarul. Á, itt egy kar. Ez biztos jó valamire. Á, itt voltam most. Legalábbis azt hiszem, hogy ez nyílt ki. Kajütablak, ez az. Köszönöm. Közben most nézem, hogy te már korábban írtad, mint hogy én mondtam. Szuper. Ah, oké. Okay. Két tűz letudva. Egyébként is miért égnek a tüzek itt a hajó? Na. Jézusom, ez hol nyílt ki? Nyilván valahol erre, csak már nem tudom melyik a kettőből. Lehet, hogy itt le kellett volna vágni, na mindegy. Jaj, de kár, hogy ugrottam, pedig ez tök jó volt. Ahogy ott kívülről mutatta a hajót. Remélem ez egyébként nem időre megy. Ó, basszus, de hogy nem időre megy. Na jó van. Akkor amondó vagyok, hogy kezdjük előről. Most, hogy már nyitva van mind a két ajtó. És ott a tüzek után lévő ajtó az egyébként nyitva van? Vagy ott van valami? Ó, ne szivass! Ott is van még egy kar. Na jó. Oké. Akkor induljunk innen. Ez egy ilyen jó kis időzített rész. Igen, a kajüt az csak a lakó részleg a hajón. Hunter x Hunter animét ismerem-e? A címét hallottam, de nem, sajna nem láttam, bevallom. Amik egyébként nekem ebből az időszakból ilyen nagyon nagy kedvenc animéim, az például az Escaflowne, vagy a Lodos, Record of Lodos War, vagy Lodos Tosenki esetleg, ha valakinek így ismerősebb, vagy a Berserk, tehát nagyon szerettem ezeket a fantasy, meg dark fantasy animéket. Aztán nem is tudom mi volt még. Basszus, de hát már közben ott kigyulladt. Várjál csak.
Mi ennek a tanulsága, hogy itt ezzel a karral kéne kezdeni, és a másik kettővel később? Na most akkor itt állok egy picit, és megvárom, amíg ez a kar visszamegy. Kérdezi Tendariel, hogy a tüzek miért ne égnének, hiszen 3 perce még minden víz alatt volt. Azzal a tűzzel égetik el a kevés oxigént, ami bent ragadt a roncsban, vagy rekedt a roncsban. Igen, ezek mind logikus magyarázatok. Jaj, Istenem. De komolyan, annyira imádom ezeket a régi részeket. Hát, eszem a zuzáját annak, aki kitalálta. Egyébként van itt is egy ablak, ez tuti valami titkos hely megint, vagy nem tudom, mi lehet ott. Na most visszament a kar. Akkor most fordítva megyünk, most indulunk innen. Hú, ez egy... Na, már elrontottam. Ez egy jó szemétrész. Erre emlékszem, hogy itt egy párszor annak idején is meggyulladtam. Mondjuk, ja, ez a második kar eleve talán egy picit közelebb van a folyosóhoz, mármint a tüzes folyosóhoz. Szia, Maigo! Bocsánat, mindjárt végigolvasom rendesen a nevedet, csak közben próbálom ezt az időzített részt nem elszúrni. Na, hát mindig örülök, hogyha új neveket is látok, az tök jó. Jaj! Ah, átmentünk. Oké, hát jó. Én gyanítom, hogy most egy titkos helyet kihagytam, de... Jaj, nem, már mi ez az angolna, Jézusom. Jaj, fúj, menj innen, hagyjál békén. Angol? Na. Lara. Jaj, ne szívas. Hol? Mi? Hol van itt kar? Jézusom, még ez a hal is. Ne! Hali nyalít, össze akar nyalni. Hagyjál békén, nem látod, hogy a kart húzom meg? Fúj! Mész innen! De jó, valahol tök máshol, valami tök más nyílt ki. Aha, itt ez. Itt egy kar, ott egy titkos hely. Közben megfulladok. Igen, ez így szokott. Jó, mindegy, ez el lett szúrva egy csöppet. Na jó. Jaj, viszont úristen, lehet, hogy olyan hülye voltam, hogy a... Aha, jó, mindegy. Lehet, hogy olyan hülye voltam, hogy nem mentettem a... Na mindegy, végül is életben maradtam. Ezt a halat megpróbálom lelőni. Ti most nem láttok semmit, de én tudom, hogy Lara becélozta. A kamerának a rendkívül hülye mozgásából tudom, hogy Lara befogta a halat. Gyere egy kicsit arrébb. Aha. Jól van, feljött szépen a víz tetejére, ahogy a döglöc halak szokták. Hát ez már az aranysárkány. A zöld kimaradt. Az arany szokott lenni az utolsó, nem? Jaj, még egy hal, nem már. Még 2 hal. Jönnek bosszút állni a tesó miatt. Hú. Azt mondja, hogy nekem amúgy itt az jutott eszembe, hogy lehet nem jó ötlet mezitláb rohangálni ezen az ódon töredezett rozsdás fémpadlókon. Remélem Lara hozott tetanuszoltást. Na ezt az etapot csinálja meg valaki iPad-en, mondja Maigo Vanin. Hát azt egyébként el nem tudom képzelni, hogy ez telefonon milyen lehet, vagy akár egy iPad-en. Megőrülnék szerintem. Itt adnám fel végleg. Sikítva falhoz vágnám. Mi történik? Hol vagyok? Fogadjunk, ez a szoba is tele van ellenfelekkel. Jelentőségteljes zene van, csak alig halljuk, mert annyira lehalkítottam. Megint bejött a textúra paletta.
Én a zenét visszahangosítom. Kicsit körülnézünk, mielőtt ott lemegyünk. Hát, ha van itt valami jó. Ah! Lara baba, hát ennyi, no. Jó, én látom, hogy ez csúszik, de ott van valami. Jaj, mindig ez az izgató, ismeretlen. Megnézzük innen is, bár hülye vagyok, hát innen lecsúsztam, erre nyilván nem. Na jó, hát szerintem ott lehet, hogy valamiről lemaradtam, de... Mindegy, legrosszabb esetben azt csinálom majd, mint a múltkor, hogy... Következő stream előtt újra játszom a pályát. A maximalista állatmódon, amilyen én vagyok. És szépen összeszedem azt a kimaradt titkos helyet például. Ha rájövök, hogy hol van. Látjátok, miért akarok odaugrani? Mert ott van valami. De ide se enged felugrani. Na mindegy. Lehet, hogy arra kéne menni, amerre hagyja a játék, és nem arra, amerre én akarok. Ah! Jajajaj! Köszi, Malleusz, most miattad minden egyes alkalommal felsziszentek, amikor Lara csúszkál a rozsdás padlón. Én nekem egyébként ez a mezzit lábazás a következő pályán szokott eszembe jutni, ahol csomószor mindenféle üvegszilánkok között mászkál mezzit láb szerencsétlen. Azt hiszem, erre még nem jövünk. Ide van egy olyan érzésem, hogy vizet kell majd engedni. Na nem baj, hát én igyekeztem ide feljutni. Szóval, ja, ugye általában véve nem annyira egészséges dolog mezitláb futkosni rozsdás felületen. Én egyébként kaptam tetanuszoltást pont emiatt gyerekként. Egyszer sikerült telibe belelépnem Balatongyörökön egy rozsdás szögbe mezitláb, tehát ott futkostunk a kertbe. Már nem tudom hány éves voltam. Érdekes, hogy amennyire brutálisnak tűnt a dolog, meg amilyen mélyen beleléptem, annyira nekem akkor nem fájt, inkább borzalmas volt belegondolni, amikor kihúztam a lábamból, hogy te jó Isten, mekkora volt ez a szög. Rohantunk rögtön valami keszthelyi ügyeletre, kaptam oltást. Illetve voltam én... Hát nem vérmérgezésem volt, a házi orvos vérmérgezést mondott, de... Utána egy másik orvos ismerősöm mondta, hogy hát ha ez vérmérgezés lett volna, akkor nem élnék. De valamilyen ilyen hasonló fertőzést egyszer meg úgy szedtem össze, hogy... Jézusom! Itt leengedtem a homokot, vagy nem tudom mit. Szóval, hogy egyszer meg úgy szedtem össze valami ilyet, hogy atlétikán állandóan mezitláb kellett futnunk. Ami mondjuk nyáron nem egy olyan rossz dolog. Tehát, hogy néha mondta az edző, hogy oké, most rakjuk le a futócipőt, ugye volt ez a szöges cipőnk távolugráshoz, meg mi egyébhez. És akkor ott mezitláb futottunk a gyepen, ami egyébként egy tök jól rendbe tartott gyep volt, tehát elvileg ezzel nem kellett volna, hogy gond legyen. De egyszer ott valamilyen egészen műtyűr kis szilánkba beleléptem, de annyira műtyűr volt, hogy nem is éreztem. És egy ilyen egészen icipici seb lett a lábamon, de úgy nem is nagyon foglalkoztam vele, tehát kb. Nem is vérzett, meg semmi. És ugyanazon az edzésen egy 40 perccel később már annyira be voltam lázasodva, meg lassulva, hogy gyakorlatilag így mozogni nem tudtam. És emlékszem, hogy mindenki azt hitte először, hogy hülyéskedek. Tehát, hogy így rendesen belassultam. Olyat azóta se tapasztaltam, meg így számomra is teljesen fura volt az egész. És először nem is hoztam összefüggésbe ezzel a
sebbel a lábamon, annak ellenére, hogy éreztem, hogy rohadtul fáj, de valahogy nem esett le, hanem így minden másra gondoltam, mert hogy amúgy meg a tünetek olyanok voltak, mintha nem is tudom, influenzás lennék, tehát körülbelül úgy éreztem magam. Azt tűnt fel valóban, hogy sántítok, mint az állat, de azt gondoltam, hogy ez csak ilyen, nem tudom, nyűgös mellékhatás, és akkor elmentünk a háziorvoshoz, annak így mondtam, hogy mi van, és akkor szerencsére anyukám erősködött, hogy de talán azt a lábsebet is meg kéne mutatni neki. És akkor már jött föl egy ilyen piros csík egészen a combomig a sebből kiindulva. Az egy picit kemény volt, úgyhogy tényleg csak óvatosan. Lara Croft példáját ne tessék senkinek követni. Nem jó a mezitlábozás, ilyen rozsdás, koszos, akármilyen területeken. Egyébként én a mai napig megrögzött mezitlábas vagyok, úgyhogy itthon is folyton mezitláb grasszálok. Szegény nagymamám forog a sírjában, tehát ő állandóan gyerekkorunkban ez volt a hívószó, hogy papucs. Tehát ő szegény állandóan más se akart, csak hogy vegyünk már papucsot, erre nem nagyon voltunk kaphatóak. Nem erre kell jönni. Hol nyílt ki a mi? Az az igazi Die Hard feeling. Itt csak egy kar volt, nem. Ez milyen jó ez a textúra egyébként, jól néz ki. Ez a lepattogzott, berepedezett, nem tudom micsoda. Bocsánat, hogy most itt szerencsétlenkedek megint, csak nekem ezek a... Ez a rész, ez ilyen... Nem tudom, két rész olyan egyforma. Kicsit nehezen jövök rá, hogy hol volt egyáltalán ajtó. Nem is emlékszem ajtóra, hogy láttam volna. Itt tudom, hogy most ahova jövök, itt volt a... Na basszus, innen föl sem megy oda. Itt volt az a folyosó, amire mondtam, hogy szerintem majd fel kell tölteni vízzel. Haj, basszus kulcs. Merre? Hogyan? Vagy lehet, hogy pont ide kéne visszamenni, ahonnan most leengedtem ezt a sok földet? Ide még egyszer kinézek. Holnap nincs meló, vagy mi ez a maraton? Kérdezi Fufudota. Ja, mennyi az idő? 3:41. Hát az még nem olyan késő. Tehát igazából most azért nyomom ennyire, mert hogy azért késett a stream. Az elején egy ilyen 5-6 percet, mert én gyorsan megfürödtem, hajat mostam. Tehát tulajdonképpen én most már csak játszom, és ha végeztem, akkor elmegyek fogat mosni, és lefekszem, úgyhogy 11-ig simán toltam volna amúgy is. De ja, olyan nagyon sokáig már nem akarom. Igazából ezt a pályát akarom még befejezni. És akkor pont a fantasztikus Mária Doriánál fogjuk félbehagyni, hogy legközelebb valami nagyon ütőssel folytassuk. De most tényleg nem tudom, hogy hol, milyen ajtót nyitottam ki. Van egy ilyen szoba. Na, még egyszer. Ott fönt, ott nem tudom, hogy jártam-e már. Á, nem! Basszus. Jó. Szerintem oda kell menni, ahonnan most leestem ilyen nagyon ügyesen. Mintha oda nem tudtam volna az előbb fölmenni. Azt mondja, már legutóbb is 9-től 11-ig ment a stream. Clary is living the life, man. Hát egyébként igazából kedden nem volt átgondolt, hogy olyan sokáig streameltem, mert másnap elég korán mentem én is. De végre most a péntek lesz az első olyan napom a héten, amikor igazából nem kell olyan korán beérnem. Nyilván attól még nem szeretnék este... Basszus, itt is voltam már. Nem szeretnék este 10-re beérni, vagy reggel 10-re beérni, de most annyira nem szorít az idő. Tehát igazából
olyan tekintetben is mázlim van, hogy közel lakom a munkahelyemhez, tehát igazából nem nagyon kell nekem túl korán fölkelni, még ahhoz se, hogy mondjuk 9-re bevánszorogjak. Aha, a másik luk lesz a nyerő. Itt kéne valamit működni. Most már lassan kezdem felfogni, hogy mi van. Ott látom, hogy van fönt egy luk. Oda nekem valahogy föl kéne jutnom? Hát azt innen biztos nem. Hát gyerekek, lehet, hogy itt szégyen szemre elakadok. Amire én is csak azt tudom mondani, hogy nem már. Egyelőre még itt kitartóan jövök, megyek, futok, mászok. Másik lukanyerő, igen. Micsoda? No, ez az, idén már fürdött. Már a múltkori stream előtt is megfürödtem. Hát igen, én este szoktam fürdeni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én úgy gondolom, napi egyszer nem árt. De... én este szoktam. Tudom, van, aki meg lefekszik és reggel szokott. Én nem bírok úgy lefeküdni, hogy rajtam van az egész napi kosz. Na végre! Végre feltöltöttem azt a szobát vízzel, úgy hallom. Kicsit kínosan sokat tököltem, de hát ez van, ha az ember már nem emlékszik. Az meg itt erre volt. Jaj, nem már! Laruska! Tessék szépen menni. Ah! Megint behoztam ezt a csodálatos textúra, hoppá, palettát. Na. Egyébként így a titkos helyekből kiindulva, hogy ugye már összeszedtem az aranyszínű sárgányt is, van egy olyan érzésem, hogy mindjárt vége a pályának. Mindig abba a lukba kell eljutni, ahova nagyon nehéz bejutni. Micsoda tanulságok! Tazmánia azt mondja, decemberig még csak esik egy kis eső, ami alá ki lehet állni. Azt mondjátok, túl sokat fürdök. Nézzétek, van búvár is, hát beszarok. Már bocsánat, hogy ezt mondom. És lehet, hogy már el is talált, hogy ezek az elégedett sóhajok már-már erotikusak. Na, hova lettél, búvárgörény? De tényleg, hova lett? Előcsalom. Gyere, bébi, hallom, hogy itt lihegsz. Ah, bement a lukba. Itt is van luk, mindenhol van luk. Ott van. Gyerünk, Lara, fogd már be. Ez nem jó, ez a csávó, ez engem megreguláz. Na jó, próbáljuk ki ezt a szart. Utálom ezt a fegyvert, ezzel nem lehet lőni. Jaj, hol vagy? Kilövi halálra előbb a másikat. Víz alatti párbaj. Oké. Van-e itt valami hasznos? Most ellőttem az összes harpúnomat, ez lesz a végem. Mennyi maradt? Ó, ellőttem 5-öt erre a majomra. Jó estét így későn, szia Dév! Képzeld, egész sokat haladtunk, végigvittem, nem is tudom, 2,5 pályát eddig? Szép, szép öles léptekkel, vagy inkább itt most mellcsapásokkal haladunk a végigjátszással. Na, jól van, lőjetek. Közben itt a laptopom meg elaludt, úgyhogy éppen kijelentkezett. Ó, igen. Jézusom, mekkora csavarkulcs van nálad. Azt a jó szagú úristen. És mi lenne, ha nem a csavarkulcsos embert lőnéd, hanem a shotgun osat. Shotgun osat. Na jó van. Ez meg egy kicsit befosat. Na, jól van. Ezt is túléltük.
Legalább néha használunk más fegyvert is, ha a kényszer. Hát, rákényszerít. Na innen hányan jöttök? Azt nézem, hogy itt más, semmi? Jó. Ó! Oh, kimaradt a középső. Tudtam, és tudom, hogy melyik ajtó mögött van az a szemét titkos hely, csak azt nem tudom, hogy azt ott hogy kell kinyitni. Nem baj, vissza fogok menni érte. És milyen jó az időzítés, gyerekek, azt nézem, hogy 22:57 van. Mondjuk ez így kevesebb lesz, mint 2 óra, főleg, hogy még késtem is az elején. Icipicit még belekukkantunk ebbe a pályába, de igazából ezt most már nem kezdem el komolyabban. Csak így a kíváncsiság. Na már megint itt szuszog egy búvár. Fel akarok nézni a Maria Doriára. Ó, hello. Most nem érdekelsz. Szerintem ezeket a víz alatti ellenfeleket, így a hogy hívják, szigonyok számából kiindulva úgy találták ki, hogy úgyse öli meg az ember a legtöbbet, hanem csak elúszik mellette. Vagy kimegy a vízből, és akkor szépen kintről lelövöldözi aljadék módon, ahogy én tettem eddig. Uha! Ja, Istenem! 3,14 kilométer! Szép kerek! Az pont egy pi. Azt nem is vettem észre, hogy pont 3,14 kilométert futottam. Hú, ez a pálya halványan rémlik. De, hú, erre vagyok egyébként a legkíváncsibb, meg tulajdonképpen itt a játéknak a, talán a felénél lehetünk. Azt hiszem, nem is tudom hányadik pálya, 8., ahol most vagyunk, és összesen van 14. Úgyhogy valamiért a játék második felére annyira már nem emlékszem. De ha minden igaz, ez most már itt a Maria Doria nevű sétahajó, aminek majd ilyen egészen elegáns szalon részébe is bejutunk, és hát egész érdekes, hogy milyen jól megmaradt itt ezek a jó kis, nem is tudom, ülőgarnitúrák, meg egyebek őrzik itt a szebb napok emlékét. Hú, ezt te nagyon fogom imádni, ha ennek itt jobban neki kezdünk. Ezeket itt annyira nem értem. Van bent egy kis hínár. Ott egy titkos hely. Mi van még itt? Szaladgáljunk egyet. Medikit. Most nem veszem föl. Na jó. Itt ezt már annyira nem kezdem el. Tényleg csak hajt a vírem, ahogy mondani szokás. Meg a kíváncsiság. Egyébként igen, az első részben összesen nem volt ennyi ellenfél, mint eddig most a TR2-ben. De mondjuk az első részben több volt az állat. Tehát ha belegondoltak, ugye ott jöttek, nem tudom, a legelső pályán a denevérek, farkasok, medvék. Tehát a Tomb Raider 1-ben rengeteg állatot kellett megölni. Meg nem is tudom, mi volt még. Ja, hát igen, tehát ott fekete párductól kezdve, ugye Egyiptomban, meg ilyen mítikus lények, tehát valahogy a Tomb Raider 1-ben sokkal kevesebb volt még az emberi ellenfél. Itt a Tomb Raider 2-ben meg állandóan fickókat ölök, ezek a ilyen, nem is tudom, hármas ikrek, tehát mi körülbelül van 4-5 ellenfél típus, azok váltogatják egymást. Na jó, most itt nagyon elébe szaladtam a dolgoknak, de ezt a pályát ma este már tényleg nem viszem végig, úgyhogy látom, itt is jól elleszek, lesz mivel szórakozni. Itt a tüzes akármin át lehet majd húzkodni a ládát, meg hasonlók. Ránézek inkább még egyszer a kommentekre. Amúgy ez a fejjel lefelé hajóron zseniális pályaötlet volt szerintem. Annyira egyetértek. És ha már itt a zseniális pályaötleteknél vagyunk, akkor én nem is tudom, nekem ez így a 90-es évek
végén készült játékok, na most ezt így jól leszűkítettem, vagy akkor inkább úgy mondom, hogy nekem a 90-es évekből meglévő emlékeim alapján ez az egyik kedvenc pályám, vagy pályasorozatom, ha úgy tetszik. A másik az pedig a Thief-ből a Konstantinnek a kúriája, ahol van az a tök jó kicsavarodott folyosó, de hát Malleus biztos tudni fogja. Ahhoz képest mondjuk azt a pályát annyira nem szerettem, de úgy meg kellett hagyni, hogy valami elképesztően fantáziadús volt. Azt mondja Roatilla, csak vannak benne logikai bukfencek, úgy néz ki, hogy a hajó plafonja eredeti állapotában simább, mint a padló. Hát igen, T-Rex, klónok, van itt minden. De hát tényleg, ahogy itt korábban elhangzott ez a Carmack féle idézet, ugye nem a történetért, meg a hitelességért szerettük mi ezeket a játékokat, hanem egyszerűen, mert fun. Tehát, hogy tényleg egy Tomb Raider 2-nek köszönhetően juthatott el az ember mondjuk gyerekként egy tenger alatti hajó roncsának a fedélzetére. Ami persze baromság, hogy miért lennének itt ellenfelek, miért van itt ennyi levegő, és így tovább, miért vannak itt a dolgok ilyen jó állapotban meg őrződve, de hát egyszerűen imádnivaló. Ja, ez egy érdekes bugja ennek a modnak egyébként, hogy néha a zene így rettenetesen elhalkul. Ezt még megmutatom, ennek elvileg annyi a gyógymódja, hogy még egyszer visszalépsz. Hát most nem jött be. Ez se segít. Na mindegy. Nem lényeges. Elmúlt nekünk itt a zene. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok ma este is velem, meg hogy ezeket a jó kis vizes részeket így ennyien kezdhettük el. És akkor legközelebb, nem tudom, hogy mikor, talán a hétvégén lehet, hogy hát majd elválik. Lehet, hogy csak jövő héten folytatjuk. És akkor végre felfedezzük Maria Doriát, aztán pedig elérkezünk talán Tibetbe is, és akkor jönnek a jó kis havaspályák is. Legyetek jók, ne aludjatok el olyan későn, mint én, hanem ha tehetitek, most rögtön feküdjetek le. Aztán holnap, ha van kedvetek, akkor ugye aki nézi a Gamer 365-öt, az tudja, hogy Drag fog indítani a Dark Souls 3-ban egy vadi új végigjátszást. Azt még nem tudom, hogy milyen karakterrel, meg milyen build-el, de ha valakit az is érdekel itt a retro túltengés mellett, akkor akár érdemes azt is megnézni. Na, tényleg befejeztem a dumálást. Aludjatok jól, és köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!